Amíg Magyarországon még sokan nem ismerik vagy nem mernek kézházakat építetni, addig nyugaton már egy teljesen elfogadott alternatív technológiának számítanak a könnyű szerkezetes otthonok. Hazánkban az 1960-as években kezdték használni, akkoriban évente 2000-2500 ilyen lakás épült. Az elmúlt években azonban már több mint ötszörösére nőtt az újonnan épített kézházak száma. Gyorsan elkészülnek, energiagazdaságosak és környezetkímélők. Ezek a legfontosabb előnyeik a könnyű szerkezetes házaknak. A gyorsaság azért is fontos, mert a csokot akkor lehet lehívni, amikor a tulajdonos megkapja a használatba vételi engedélyt. Az egyik nyíregyházi cég még vállalja, hogy elindítják a tervezést, így még igénybe vehető a december 31-ig elérhető 5%-os áfa de a megnövekedett forgalom miatt már nem tudják megépíteni a házat ebben az évben. Tudunk rá a megoldást, van egy olyan napos állásfoglalás, hogy amennyiben 2019. december 31-ig velünk vagy bármelyik céggel kötnek egy építési szerződést, vagy adásvételi szerződést, abban az esetben jogosultak az ötszágos hogy hogyha még az éven pénzügyek teljesítik a számlát. Amennyiben ugye kiegyenlítik, ez akkor ötszágos val 2023 befejezéssel is megvalósítható. Amennyiben ezt nem tudják teljesíteni, akkor már csak jelen állás szerint 27%-os áfával tudjuk ezt vállalni. A megrendelőknek lehetősége van azonban választani, hogy 5%-os vagy 27%-os áfával szeretné majd kifizetni otthonát. Abban az esetben, ha a 27%-os áfát választja, akkor 5 millió forintig van lehetősége visszaigényelnie az áfát az államtól, vagy pedig választható az 5 os lehetőség is. Akkor generál kiviteli szerződést kell kötni az építető céggel, de ebben az esetben nem jogosult az áfa visszatérítésre. Ahogy az 5 os áfa, úgy a visszatérítési lehetőség is megszűnik idén december 31-én. Dunántúlon már pár éve fellendült a készház építés piaca, Lassan pedig kezd a térségünkben is elfogadottá válni ez a technológia, de nagyon sokan még mindig a téglaházban hisznek. Amerikában a háza körülbelül 90%-a könnyű szerkezetes ház. Ausztriában, Németországban és Svájcban is az építkezések fele ezt az eljárást használja. Ennek előnye, hogy az elemek előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, valamint precízen illeszhetők és jól szigetelhető a ház. Műhelyszinten legyártjuk a falakat, gyártmányterv szerint, már előre beleépítjük a villanyszerelési gégecsöveket, előre meg vannak hatázva a nyilázárok, a konyhabútonnak már előre berakjuk a tartószerkezetet, mi mindenben előkészülünk, ezek már nem az építkezésnek a második felére maradnak, hanem már előre dolgozunk ezzel, és amint a házat mi legyártjuk, kivisszük a helyszínre, ott azt egy nap alatt felállítjuk, már aznap érkezik a födémszerkezet, és szerencsésebben akár a tetőszerkezet is megérkezhet, mert rácsos tartót használunk, szeglemezes tartót mi gyártjuk a saját műhelyszinten, és akár egy nap alatt a tetőszegletet is rá tudjuk rakni. Nekünk nincsenek technológiai száradási időnk, ugye szárazépítés az egész, és szerkezetkész állapotot tudjuk hozni a házat az alap elkészülte után, akár két héten belül. A kézházak esetében a falak már 30-35 cm vastagságtól megfelelnek a hőtechnikai elvárásoknak. Ezzel szemben a téglaházaknál ez 55 cm, mivel a 40 cm-es téglafal egy 15 cm-es hűszigetelést kap. Ezért lehet nagyjából 10%-kal nagyobb a könnyű szerkezetes lakások hasznos alapterülete, tette hozzá Balogh Béla. A hely rá egy másik megoldás, hogy a kézházakba már a falakba szerelhetik a fűtési csöveket, így a radiátorok sem foglalják a helyet az épületben.